bekezdés alatt a szöveg egy adott részét értjük, melynek végén a bekezdést jelölő szimbólum áll, és létrejöttét az Enter gombnak köszönheti. Ezek a szimbólumok az úgynevezett rejtett karakterek közé tartoznak, melyek nyomtatáskor már nem látszanak, de a Word elengedhetetlen elemei a szöveg formázásánál. Ahhoz, hogy ezek a karakterek megjelenjenek, rá kell kattintani a görög pi ikonra. Amint az megfigyelhető, láthatóvá válnak az egyes bekezdések, miközben a pontok azt jelölik, hogy hol ütöttünk a szóközbillentyűre, hogy a szavak között hely maradjon ki. Az első tulajdonság, melyet figyelembe kell vennünk, az elrendezés, vagyis az a forma, melyben a margók közötti szöveg található. A Word által alapbeállított elrendezés a balra zárt. A formázás eszköztárának segítségével elérhető a sor kizárt és a jobbra zárt elrendezés is. Meggyőződhetünk arról, hogy tökéletesen margóhoz rendezett szöveget kapunk akár balra, akár jobbra igazítjuk. A bekezdés másik tulajdonsága a sorköz, mely a szöveg sorai közötti területet jelöli. A Word sorköz alapbeállítása szimpla. Módosításához elég a formátum bekezdés menüpontban a sorköznél az ajánlott értékek valamelyikét kiválasztani. A bekezdés további tulajdonsága a behúzás, mellyel ki lehet emelni a szöveg részeit az azt körülvevő szövegtől. A behúzás egyik formája a teljes bekezdés behúzása, melyet úgy lehet elérni, hogy a jobb egérgombbal a kérdéses bekezdés bármely pontjára kattintva kiválasztjuk a bekezdés menüpontját és megadjuk a behúzás mértékét. Most megfigyelhetjük, hogyan változik a kiválasztott bekezdés behúzása a többihez képest, továbbá azt is megfigyelhetjük, hogy az eszköztár alatt található bal behúzást jelölő vonalzó jobbra tolódik. A felső háromszög jelöli az első sor behúzását, miközben az alsó háromszög jelöli az összes utána álló sor behúzását. Ami a jobb oldalit illeti, az a háromszög jelöli a teljes behúzást. Térjünk vissza a kiindulási ponthoz. Most nézzük, milyen egyéb behúzást tudunk még alkalmazni. A gyors menüben kattintsunk a bekezdés menüpontra, és a megjelenő ablak közepén a behúzás típusánál válasszuk az első sort, és módosítsuk a behúzás mértékét centiméterben. Amint látható, az első sor a megadott mértékben elmozdul. Tovább is módosíthatjuk úgy, hogy közvetlen a vonalzó háromszögét húzzuk valamelyik irányba. Ahogy a mutatókat elmozdítjuk, láthatjuk a behúzás eredményét is. A teljes margó balra behúzását úgy érhetjük el, hogy a formázás eszköztárán a behúzás növelésére kattintunk. Minden egyes kattintással a margó jobbra tolódik a korábbi pozíciókhoz képest.